Köszöntöm Önöket! Mozart vidám, szertelen és zseniális világát eleveníti meg május 14-i várpalotai hangversenyén Rákász Gergely koncertorgonista. A művész két év után látogat újra városunkba. A helyi televíziók összefogásával készülő Szomszéd vár mai adásában pedig a téli Balaton mellett Szeged városában is tehetünk egy kirándulást. Mozart vidám, szertelen és zseniális világát eleveníti meg május 14-i várpalotai hangversenyén Rákász Gergely koncertorgonista. A művész két év után látogat újra városunkba. Mostani hangversenyén Mozart mellett Beethoven, Liszt, illetve Bach művek is felcsendülnek, melyek három lépcsőben kalauzolják a hallgatóságot, a szépség, a bölcsesség és az erő zenei kifejeződéseiben. A stúdióban egyebek mellett erről is beszélgetünk az orgona művésszel. Köszöntöm a kedves nézőket! Rákász Gergely hangversenyét hallhatják az érdeklődők május 14-én 19 órakor a várpalotai Nagyboldogasszony római katolikus templomban. Többek között erről is faggatom a művészt. Üdvözlöm itt a stúdióban. Örülök, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát mostani hangversenyén ugye Mozartra fókuszál, gondolom az emlékév kapcsán is, ami nemrég volt. Mit láthat, mit hallhat a közönség itt várpalotán? Hát itt tulajdonképpen azt láthatja, hogy vaj van a fejemen, mert hogy tavalyra készült, ugye a 260 éve született tavaly Mozart, és a Budapesti Nyári Fesztivál kért fel, hogy készítsek valami jó kis olyan beszélős, mesélős, olyan Rákász Gergelyes Mozart koncertet, amiben úgy megismerheti az utcaembere is. Tehát, hogy ne kelljen félni ettől a klasszikus zene dologtól, hogy na, valami ilyet kértek. Mondtam, hogy na, ez a valami ilyen, ez megy. És aztán annyira tele lett a tavalyi koncertnaptáron, hogy már nem tudtam néhány helyszínre eljutni. Önök például egy ilyen várpalota, de most jöttem Miskolcról, tehát hogy 6 helyszín elmaradt. És aztán azon morfondíroztunk, hogy vajon lehet-e Mozart születése után 261 évvel is az ő zenéjét hallgatni, és arra jutott a csapatom, hogy igen, talán senki nem fog belehalni, hogyha ez így történik, és így vagyok most itt egy évvel az évforduló után. De azt gondolom, hogy pont Mozart az a figura, akiben ennyi lazaság belefér, hogy még egy picit még ráhúzunk a tavalyi sorozatra. Igen, mert Mozartra nagyon jó jellemzést adott, ezt egy pár mondatba el tudnám mondani. Hát ugye, Mozart az a figura, akit szétszedne ma a bulvár sajtó. Szóval van egy csomó szűkagyú ember, aki erre rá is játszik egyébként, tehát hogy úgy éli az életét, hogy minden héten lehessen valamit róla írni, és akkor ebből él, celebeknek hívják őket. Mozartnak nem kellett volna podcastet csinálnia, vagy Facebook posztokat csinálnia az életéről, akkor is vadászott volna rá a sajtó, mert hogy olyan élete volt. Tehát ő az, aki, hogyha elvisz bennünket bulizni, tehát mindig ő a parti motorja, akkor névről ismer minden csapost a városban, amikor nyer kártyán, akkor mindenkinek fizet egyet, persze sosincs nála elég pénz, úgyhogy arra a kedves néző felkészület, hogyha elmegy Wolfgang Amadeusszal bulizni, akkor a végén ő állja majd a cehet. Tehát így induljon el, hogyha elmegy. De közben meg rongyáver bennünket biliárdban és komponál. Tehát, hogy ott az asztal sarkán. Tehát, hogy elképesztő figura. Egyszerre lebilincselő és borzasztó nehezen megbocsátható Mozartnak, hogy nem dolgozik meg ezért. Tehát én, aki mondjuk szeretem a kemény munkát, könnyebben barátkoztam Bachal, mert ő ugyanilyen volt, precízen, pontosan megtervezett mindent, a zenéje is ugyanilyen, ilyen matematikai, szinte matematikai zenet, Bach zenéje. Egy pillanat alatt megtaláljuk a közös hangot minden alkalommal, amikor az ő lelkével kerülök kapcsolatba, hiszen minden alkotó itt hagyja egy kicsit a lelkét a műalkotásaiban. Mozart meg itt hagy nekünk valami olyat, amihez ilyen kicsit olyan óvatosan közelítek, én legalábbis, aki egy ilyen precíz, pontos, nagy tervírású ember vagyok, nagyon nehezen barátkoztunk össze, de közben meg szükség van ezekre a harcos barátságokra, mert rengeteget nemesedik benne az ember, ha nem csak a saját véleményében fürdőzik állandóan, hanem hogyha beenged új és új dolgot. És Mozart rengeteg új dolgot mondott. Mondjuk a kisfiam sokat segített Mozart megértésében, mert ugye egy gyerekkel hiába tervezzük el azt, hogy elmegyünk a nagymamához, lehet, hogy csak a játszótérig jutunk. Hiába tervezzük el, hogy mi most elmegyünk a játszótérre, kiderül, hogy Mása és a medvét nézünk már 5 perc múlva. Tehát, hogy Mozart ugyanez.
hogy semmi olyan rendszert nem találok benne, mint Bachban, de mégis gyönyörű az egész. Na most ezzel megbarátkozni, hát ez több éves munka volt, de most csúcsosodott ki igazán, ugye, hogy erre a műsorra készültem. Egyébként így a 21. század emberének mennyire, hogy is fogalmazzak, tehát jó zene, kultúrzene, mert nyilván Mozart az egy teljesen más kategória, Én azt gondolom, hogy a 21. század emberének, ha kultúrember, akkor az teljesen normális táplálék. Tehát itt nem tennék különbséget a ma embere meg a tegnap embere között. Inkább a között az ember között tennék különbséget, aki fogyaszt ilyet, meg aki nem fogyaszt ilyet. Tehát most aki nem fogyaszt, azzal nem tudok mit csinálni, mert már rég elkapcsolta egyébként is a tévét, úgyhogy hiába beszélek neki. Tehát, hogy aki egész életében gyors kaját evett, annak hogy magyarázzam el azt, hogy egy jól, precízen, szépen elkészített ételben mi a szépség? Hát annak nem lehet. Az hideg, meleg, édes, sós, kalapkabát. Valahol ott, amikor az ember lelkében föltámad az, hogy nem elég az, hogy szétnyomják az agyamat hangerővel, hogy levillantják a szemöldökömet stroboszkóppal, amikor ez már nem elégíti ki az érzékszerveimet, akkor lehet valahova mélyebbre menni. És Mozart zenéját meg aztán pont az, amelyiktől nem szabad megriadni. Tehát, hogy ugyan nekem játékosként, de hát ez ugye jellememből fakadóan nehéz volt vele barátkozni, de hát hallgatóként a világ legegyszerűbb dolga Mozart zenéjével barátkozni. Hát annyira bűbájos, gyermek ilyen zseniális. Mozart egy elég termékeny szerző. Így a mostani előadáson milyen szempontok szerint lettek kiválogatva a művek, vagy volt egyáltalán szempont? Hogyne. Azt tapasztaltam itt az elmúlt évtizedek munkájában, hogy akkor igazán jó egy koncert, hogyha van egy szép íve. Elindul valahonnan, és eljut valahová, és közben a hallgató utazik mind a zenével, mind a zenetörténettel, ami hozzátartozik. Ugye egy több oldalról támadom most majd Mozartot, az egyik, hát nyilván játszom a műveit. Ugye ez már ad egy találkozót vele. Aztán olyan színes a műsor, mint ő maga volt, hiszen nem csak ő kapott helyet, hanem Bach is és Beethoven is szerepelnek a műsorban. És van egy mély rétege a hangversenynek, ezzel most kísérleteztem először, és ezt nem szégyellem bevallani, Mozarttól loptam. Hát tőle tanultam az ötletet, hogy ebben a mély rétegben három állomáson megyünk keresztül a hangversenyen. És ez ugyanúgy néz ki, mint a varázsú olaj Mozartnál. A szépség, a bölcsesség és az erő állomásain viszi végig Mozart a varázsú olaj nézőit. És hát ugye nyilván a szereplők történetén keresztül. Ugye először a szépség próbájával, aztán a bölcsesség próbájával, majd az erő próbájával szembesülnek. Majd történik egy kis szemléletváltás, és egy kicsit nemesebb lélekkel, értőbben folytatják az útjukat a varázsúból a szereplői. Ez egyébként egy régi szabadkőműves beavatás, hogy Mozart maga szabadkőműves volt, itt persze nem szabad megijedni, tehát ez nem az a király döntögető szabadkőművesség Mozart esetében, amiről olyan sok rosszat hallunk. Ez egy nagyon szép gondolat, amiben ő azt gondolja, hogy ahogy régen az alkimisták ólomból aranyat akartak csinálni, ő hátha tud a nemtelen lélekből nemes lelket, vagy a kevésbé nemes lélekből nemesebb lelket tenni, vagy csinálni. Mondhatjuk így. Akkor, hogyha az ember szépséggel, bölcsességgel, erővel él, akkor hát, ha megtörténik benne ez a változás. És ugye így történik a hangversenyen, és az első része, Mozart variációi egy francia gyermekdalra és a kis éjjéi zene a szépség szférájában kalauzol bennünket. Aztán Bachal lépünk a bölcsesség területére. Itt játszom Bach nagyszerű dor tokkátáját, és meg fogjuk beszélni, majd mutatok példákat is, hogy először is mi is ez a dor hangnem, hogy kerül ez elő már Platonnál az államban, beszélget Szókrátész, hogy vajon milyen hangnemben hallgassanak zenét a nők, a katonák, az írástudók, az államférfiak. Megegyeznek abban, hogy a katonáknak kell dor hangnemben zenét hallgatni, és egy nagyon katonás, izgalmas zene ez a dor tokkáta, és még a ritmusa is egyébként felelhető Platón államában. Tehát ezzel lépünk a bölcsesség területére.
És akkor Beethoven visz bennünket majd az erő szférájába, és Mozart nagy F-moll fantáziájával zárom a hangversenyt, ami egy olyan elementáris erejű műalkotás, hogy két variáció szokott lenni, vagy vastapsol a közönség utána, vagy állva vastapsol. Tehát nagyon szeretik. Nem nagyon ismerik. Piszok nehéz mű, hogy Mozart nem kézre, lábra írja, hanem egy óraműre, tehát egy mechanikus szerkezetre írja, tehát nem kell törődjön azzal, hogy hány végtagja van az előadónak, amikor azt el akarja játszani. Ezért aztán izzadunk, amikor ezt a darabot eljátsszuk Mozarttól, de elementáris erejű, úgyhogy ezzel zárul a hangverseny. Úgyhogy így van egy ilyen szép hármas tagolása és egy szép íve ennek a május 14-i koncertnek. Egyébként a koncertben ez fontos, hogy egy kis tanítási jelleg is van benne, illetve hát a filozófiát így mélyen bele lett csempészve? Azt gondolom, hogy ugye nagyon fontos, hogy kihez szólunk. Ha tudnám, hogy csupa olyan elrontott embernek játszom a koncertet, mint amilyen én vagyok, hogy már gyerekkorától kezdve klasszikus zenében nevelkedik, akkor nem kellene beszélnem. Tehát akkor mindenki tudná, hogy most mire gondoljon, és hogy minden rendben van. De én azt gondolom, hogy mi vagyunk nagyon kevesen, és ez így is van rendjén. Hát hiszen a koncertre nem csak mélyen zeneértő emberek jönnek, hanem jönnek orvosok, matek tanárok, asztalosok, gyerekek, stb. És én mindig arra gondolok, hogy én mennyire jól érzem magam, mondjuk, ha elmegyek egy kiállításra, és ott valaki elmagyarázza, hogy mire figyeljek. És itt ugyanez történik tulajdonképpen, hogy most van 10 000 hang, abból valaki vagy tudja, hogy mire figyeljen, és van egy bizonyos mélysége az ő megértésének, vagy nem tudja, és akkor egy más mélysége van. Most én ugye, mint egy idegenvezető arra törekszem, hogy a részleteiben jobban meg tudja ragadni nem csak a művet, hanem a szerzőt is, és innentől fogva mélyebb az élménye. Ki akar sekélyesebb élményt, hát ne viccelődjünk már. Egyébként a fiatalok milyen arányban vannak, vesznek részt a koncerteken? Hogy fogadja a közönség ezeket? Ugye, aki már egyszer volt fiatalként, az általában visszatér ez a tapasztalat. A másik tapasztalat az az, hogy erőszakkal nem tudom lenyomni egy fiatalnak a torkása, hogy most ő hallgasson Madonna helyett, vagy Lady Gaga helyett Mozartot. Azt lehet megtenni, hogy van egy csomó iskolakoncerten, nekem is, meg hát másoknak is, hála Istennek, sokan megyünk gyerekek közé, hogy legyen egy találkozás gyerekként ezzel a világgal. Hogy még akkor is, hogyha ez kölyök korban ciki, meg nem menő, meg sok mindent föl tudunk sorolni rá, még akkor is legalább egy mag el legyen vetve. És akkor az ilyen gyerek, akibe el van vetve a mag, majd akkor, amikor megunta azt, hogy szétnyomták az agyát, ugye, miről már beszéltünk, hangerővel vagy stroboszkóppal, akkor egyszer csak visszafordul és azt mondja, hogy de hát én jól éreztem magam az operában, én jól éreztem magam itt a templomban egy orgona koncerten. Nekem nézzük meg, hogy játszik-e még a srác, mert hogy hátha. És kaptam ilyen levelet, tehát hogy ez a gyönyörű, hogy kaptam ilyen levelet, hogy 15 éve volt mondjuk gyerekkoncertemen, és hogy most ő már magától jött. És hogy ez mondjuk így igazolja, persze kicsiben, de igazolja a teóriát. Kicsit idézek, amilyen a szerző, olyan a hangverseny is. Szertelen, lendületes, könnyed, egy lelki akkumulátor. Az energiából, ebből az elementáris energiából egy koncerten mennyi Mozart, mennyi a zenemű, és mennyi Rákász Gergely? Húha, hát remélem nem százalékokat vár, de a kérdés nem jó. Nem százalékokat, de mégis valahol kíváncsi vagyok erre. Is, mert hogy Mozart úgy alkotott, hogy megszületett benne a zene, és papírra vetette, és ez volt az ő alkotása. Én meg úgy alkotok, hogy összeállítom az ő alkotásaiból azt, az egy estényi műalkotást, mindez pici filozófiával, kis tanítással, hangulattal, és ahogy ön is mondta, egy lelki akkumulátor töltő legyen belőle, ennek a kettőnek kell jól együtt működnie. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy beülök olyan koncertekre, kiváló kollégák játszanak sokszor, és valamiért leül. Nem jó, a lendület nincs meg, nem olyan az összeállítása egymás után a műveknek, ezt el lehet rontani. Nincs hiba, minden mű gyönyörűen el van játszva, csak valahogy az egész nem. És hát ez megint egy külön megér egy misét, hogy akkor hogy állítsunk össze egy koncertprogramot, de majd erről tartok egy előadást az interneten, hogyha oda kerül. Hát ezt azért most szeretném megkérdezni, mert most nemrégiben beszélgettem egy festőművésszel, és azt mondta, hogy ha a közönségnek fest, akkor megszólja a szakma,
ha a szakmának fest, akkor nem érti a közönség. Az állat. Pontosan ezt mondta. Ez mennyire igaz így a zenei világra? Is. Vannak koncertek, amiket programjukban, most erről beszélek, nem lehetne eljátszani a közönségnek. Azért, mert az, aki mélyen értő, az rengeteg szépséget talál benne, de ebből a mélyen értő emberből van Magyarországon 100. Na most, ha csak nem ültetjük őket egy adott ponton egy helyre, és kérünk tőlük ő óriási belépőjegyet, akkor az embernek fölkopik az álla. Tehát valahol egy olyan egyensúlyt kell találni, hogy legyen. Például ebben a Mozart koncertben ott van a kiséi zene, ami hívó mű. Tehát, hogy erre mindenki tudja, hogy ezt ismerem, ezt akkor meghallgatom. Ott van Beethoven Holdfény szonátája, ami hívó mű. Amire mindenki azt mondja, ezt én még lehet, hogy még én is játszottam, meg ismerem. Nem lehet ez olyan rossz. Na, akkor elmondom, hogy ez a francia gyermekdarra írott variációja Mozartnak, ezt mi hullapelyes fehéróként ismerjük. Tehát, hogy a francia gyermekdal az egy csokiról szól, meg arról, hogy a kisgyermek azt mondja, hogy a papa racionálisnak szeretné őt, de őt jobban érdeklik az édességek, tehát ott nincs téli vonatkozása, nálunk van téli vonatkozása. Erre is azt mondja a hallgató, hogy nem lesz ez rossz, tehát nem kell itt majd megfeszülni, de... Aztán azért mégiscsak ott van Bach dortokkátája, ami azért egy ilyen ütés a mellkasba. És ez egy jó ütés, tehát ez olyan, ami olyan ébresztő, hogy ha-hó, tehát azért itt nagyon komoly dolog történik. Micsoda filozófia mögötte, amögött, hogy úgy komponálja meg, olyan a ritmusa, abban a hangnemben, és az egésznek a hangulata olyan, hogy ez tényleg minden, a Leonidas király elmasírozhatna a 300-ával erre a zenére, mert hogy olyan, mint amit megír Pláton az államban. És akkor azért mégiscsak a hallgató homlokára, csak hogy azért vannak mélységek. Akkor ezt oldandó, egy szvitet játszom Bachtól, amit akár eljátszhatott volna a Zimmermann kávéházban, ahová azért járt, mert másodállás kellett, mert nem fizették meg eléggé. Hát ki nem ismeri ezt a problémát, hogy valamit még vállalni kell, mert különben nem eszik a 19. gyerekem. Hát ugye Bach is 20 gyermeket nemzett. Tehát, hogy nagy családosként ismerte azt a fogalmat, hogy beosztás. Nem véletlenül mondtam ezt, hogy jól érezte volna magát egy Excel tábla előtt. Tehát, hogy ezt oldandó, akkor, de mindjárt egy másik aspektusát látjuk a zeneszerző életének, és akkor ott van ez a mű, amit említettem a végén, Mozart F-moll fantáziája, alig-alig ismerik. Ha ezzel reklámoznám a hangversenyt, és azt mondanám, hogy jöjjenek el, mert hogy ez egy olyan csodálatos Mozart mű, ami még nem hallották, és azért nem jönnének el. Pedig ott fogják majd az igazi értéket kapni a végén. És még nem is tudják, de úgy fognak majd hazamenni, és ezt fogják majd a levélben írni, meg a Facebook hozzászólásban írni, hogy hát ők nem is gondolták volna. Na de hát, hogy ennek meg megvan az okos miértje, hogy ilyet is teszünk a plakátra, olyat is teszünk a plakátra, és a festőművész is jól teszi, hogyha olyat is fest, amiből aztán ki tudja fizetni a gázszámlát. Hát most nyilván egy szint fölött ez már, hála Istennek, nem szükséges, de aztán innentől azért még egy aspektusa van ennek, amit kérdezett, mert hogy egy valamit nem tévesztett szem elől se a festőművész, se az előadó művész, hogy magát a művet aztán, ha már egyszer műsorra tűzte, akkor ezt nem hígíthatja fel. És nem csinálhat belőle plüss klasszikust, csak azért, hogy több pénze legyen a végén. Nem rakhat hozzá dobgépet, nem festheti zölddel az eget csak azért, mert ő azt mondja, hogy most ez szerinte sokkal szebb kék. Tehát nem hazudhatunk. Nem vághatjuk át a jelenlévőt. Csak azért, hogy aztán ő a végén csingilingikkel a fülében ugráljon hazáig. Mert hogy nem ez a cél, hogy őt szórakoztassuk, hanem a katarzis a cél. Ezt még a régi görögök még nagyon értették. Hogy nem csak azért jön a hallgató egy ilyen eseményre, hogy ott aztán utána vigyorogjon, hanem azért jön, hogy a lelke megteljen. Örömmel is, mélységgel is, bánattal is, és aztán ennek az egésznek legyen egy feloldása. Hát ez van a cél. De kicsit akkor meg kell kérdezzem, ugye mi a véleménye arról, hogy ugye sok klasszikust azért csak feldolgoz a popzene, tehát a mai kultúra, tehát
akkor ezeket hogyan, miként tekintsünk? Rávezetés a klasszikus zenére, vagy tényleg csak itt a siker, a csillogás a lényeg? Nézd, én nem gondolom, hogy nekem kell ezt megítélnem, hogy ki mitől vezetődik rá a klasszikus zenére. Hogyha valaki meghallgat egy jó Deep Purple feldolgozást, és aztán a végén ő a koncertteremben köt ki, ahol az eredetet is meghallgatja, én vagyok a legboldogabb. Ha ott megragad, hogy a Deep Purple-nél is, hogy az akkor úgy egységes egész. Ők például őrült jó dolgokat csináltak, vagy Led Zeppelint, és ha még mondta, a Queen egyik jobb, mint a másik, amikor összefűzik a sajátjukat a klasszikussal. Ez önmagában egy jó műfaj. De nem posztom, hogy túl kicsi a látószögem. Nézze, egy ember életet élek le. Annak is még csak a közepe felé közelítek. Tehát, hogy nem tudnám megmondani, hogy ez most helyese vagy nem. Egy valami nem helyes, hogyha kinyírjuk közben az üzenetet. Tehát, hogyha hadd induljak egy kicsit messzebbről. Hogyha ön vagy a kedves néző ír egy e-mailt, és elküldi ezt a világ másik végére a gondolataival, akkor nem kell utána oda menjen, hogy elmagyarázza, hogy ön mit akart, hanem a szellemének egy részét elküldte a világ másik végére. Most ugyanezt történik, amikor Mozart vagy Bach megír egy műalkotást. Elküldi a szellemének, a kedélyállapotának, a hangulatának egy részét nekünk. És ezzel mi találkozhatunk. Ez egy misztikus dolog, hogy ha az egész ember az üzenet 100%-a, tehát ugye meg tud jelenni teljes valójában, akkor valamekkora töredéke ennek a 100%-nak megjelenik egy ilyen koncerten, amikor azt a hangulatot, szellemi erőt megtapasztaljuk valaki más által. Na most, hogyha ezt tönkretesszük, ezt az üzenetet azért, mert fölhigítjuk, mert dobolunk alá, csak egy témát használunk, aztán már kanyarunk is másfelé, és az egész ilyen mély, akkor ne nevezzük Mozartnak. Helyes, hogyha azt mondjuk, hogy ez az én darabom, Mozart inspirációval például. De hát ez meg ilyen esztétika irányába viszel bennünket, nem tudom, hogy van erre időnk. 15 évesen adta ki az első lemezét, illetve az első hangversenyét. Honnan jött ez a szereplési vágy egyrészt, illetve milyen volt akkor kiállni így a közönség elő, színpadra állni, és mondjuk milyen érzés ma? 15 évesen együtt jártam egy nagyon csinos hölgyel, akivel elmentünk egy nagyszerű orgonista koncertjére, akkor már orgonáltam, és akkor megkérdezte tőlem a végén, hogy nekem mikor lesz koncertem. És erre egy komoly 15 éves férfi nem azt mondja, hogy hát én ehhez még kicsi vagyok, hanem azt mondja, hogy hát most már hamarosan majd nekem is lesz valami, tehát hogy erre férfi nézőink biztosan tudják, hogy erre nincs más válasz, mint hogy most már hamarosan. És akkor próbáljuk a szőnyeg alá söpörni ezt a dolgot. Nem lehetett. Kikövetelte a barátnőm, hogy legyen, és akkor egy délután besétáltam a templomba, ahol gyakoroltam, és azt mondtam a plébánosnak, hogy hát plébános úr, mi lenne, hogyha vasárnap nem csak én jönnék gyakorolni, hanem így a mise után néhányan meghallgatnám. Ó, jó van, fiam, majd csak zárjátok be a templomot. Tehát, hogy ez így indult. De volt nekem egy kiváló barátom, akinek akkor már volt otthon számítógépe, nyomtattak ki néhány szórólapot, a baráti kör fölült a biciklire, és bedobálták az ismerősöknek, hogy hát itt van 15 éves srác, és akkor koncertet fogadni. Kicsit olyan volt, mint ma a Virtuózok, csak nem volt hozzá tévésó. És milyen volt? Hát megvan a VHS felvételből, hogy reszket a nadrágszáram. Mert hogy hát egész más magamnak játszani, meg a barátnőmnek játszani, meg 10 embernek, meg az, hogy oda rázódul az emberre egy templomnyi teltház. Hát egy rettenetesen féltem. És az a mókás, hogy ez a félelem, ez éppen úgy megvan azóta, hogy ha át kell lépjem a saját árnyékomat. Mert hogy mindig jön egy nagyobb felelősség, egy komplexebb kihívás, és ez ugyanúgy visszatér. És aztán az a szép ebben, hogy ezeket meg lehet szokni. Tehát nyilván 200 embertől már nem rettegek, meg 1000-től sem rettegek, de azért vannak olyan kihívások, amire már hónapokkal előtte szellemben és lélekben készülök, hogy tudom, hogy na, ez most olyan lesz, hogy itt minden idegszállam próbára lesz téve, és akkor ez mint egy olimpiai felkészülés, ez testben, szellemben, megfelelő edzőkkel. És ott dől el. És ott dől el. Én sokszor egyébként szóval ilyenkor bámulom az olimpikonjainkat. Tehát, hogyha én elrontok valamit, mert tudom, én nem annyira jól sikerül, mint ahogy én azt gondoltam, akkor egy hét múlva javíthatok. És az olimpikonjainknak 4 év van.
Tehát, hogy elképesztő emberi áldozat ez egyébként a részükről. Csodálatos dolog ez. Ez a másik aspektus az emberi teljesítménynek a sport. Koncertorgonistaként apostrofálja önmagát, illetve hát így tartják számon. Miért pont ez a jelző? Ez így valós? Vagy? Ez mulatságos volt, mert ezután a 15 éves koncert után több koncertszervező is felfigyelt rám, jobbak, rosszabbak, és tehát hangversenyeket szerveztek. És egy magyar városban fölháborodott egy kollégám, hát tanárom lehetett volna még akkor, nagy korkülönbség, hogy hogy meri magát ez a kölyök művésznek hívni, mert hogy ő még nem is művész, a művész itt csak az lehet, akinek ilyen, meg ilyen, meg ilyen papírja van. És hát én akkor kölyökként ettől nagyon megrettentem, nem úgy a koncertszervező, aki azt mondta, hogy jól van fiam, akkor te mostanában koncertorgonista leszel, és nem orgonaművész. És hiába lett meg azóta minden papír ahhoz, hogy én orgonaművész tegyek, most már DAFKE, tehát csak azért is akkor koncertorgonista. Egyébként számít a papír? Csodát. Tehát, hogy legalábbis ugye azon a ponton, vagy abból az irányból, ahonnan én közelítem a saját szakmámat, nem számít. Mert itt az számít, hogy aznap este az ember milyen koncertet adott. Mert akkor jövőre is visszatér a közönség. Hogyha úgy közelíteném a szakmámat, hogy minél jobb kapcsolatokat akarok kiépíteni egy másik templom, másik művészeti központ orgonistájával, akkor számítana. Mert ha pozíciót akarnék elfoglalni, azért, hogy aztán utána más pozíciókból meghívjak embereket, ők visszahívjanak engem a saját helyükre, akkor ez mind-mind egy fontos momentum volna, de én ilyet nem akarok. Tehát, hogy hála Istennek elég sok koncert meghívás van anélkül is, hogy én nekem ezt ilyen kézkezet most alapon viszonoznom kellene. Az meg, hogy eltalálom-e a hangot, hát Bach mondta, hogy orgonálni a világ legegyszerűbb dolga, csak a megfelelő hangot kell a megfelelő időben lenyomni. Ennyi. Most elméletbe könnyű. Igen. Hát egyébként több mint 1000 koncertje volt. Azért ez egy rengeteg, tehát tetemes mennyiség. Hogy van ideje gyakorolni? Tehát... Hát úgy, hogy régen kezdtem. Tehát, hogy mikor van ideje gyakorolni? Ennyi fellépés mellett. Minden nap. Minden van is belőle vita otthon, amikor én vasárnap azt mondom, hogy akkor most kalapkabát, és akkor most ma is megyek gyakorolni. És akkor ez hosszú idő volt, mire a családom ezt elfogadta, hogy ez nem egy olyan munka, ahová az ember 9-től 5-ig bejár hétfőtől péntekig, hanem ez olyan, hogy ha egy napig nem gyakorolok, akkor érzem a kezemen, hogy nem olyan a billentyű fogásom. És nagyon érdekes... Tehát egy nap alatt el lehet lustulni, vagy puhulni ebbe? Egy kicsit más. Kicsit más. A második napon már érzi a koncertszervezőm is. Tehát, hogy aki annyit hallgatja a játékomat, minden koncertemen ott van, ő már meg tudja mondani, hogy mi történt. És én szentül hiszem, hogy a közönség a harmadik napon már megérzi. Tehát, hogy nincs ebből... Ha például elmegyek egy hosszú pihenésre, egy hétre, két hétre, egy hónapra, akkor utána két hónapig nem vállalok semmit, mert annyi, mire visszatér. Azt gondolná laikus egyébként, hogy úgyse hallja azt senki, csak ez az, amivel nem lehet elmenni, és a sarokig se. Tehát, hogyha az ember így áll hozzá egy koncerthez, most képzelje el, hogy mernék én Bachot játszani, hogy mernék én ahhoz a szellemiséghez közelíteni, ahhoz a kvázi tökélyhez, hogyha én tudom azt, hogy én ezt most ugye elsinkófáltam, ellustultam. Nem lehet. Tehát a Tehát szellem... ők egy szintet megadnak, amit teljesíteni kell. Ez egyébként borzasztó nehéz is ezzel egy időben. Tehát, hogy arra gondolni, hogy megvalósítottam-e én a ma esti koncertemet úgy, mint ahogy mondjuk Michelangelo megfestette a Sixtus Kápolna freskóit. Mert koncert után szoktak ilyen gondolatai lenni? Abszolút. Előtte és utána is. Jól sikerült-e? Előtte és utána is. És persze, tudom én ezt, hogy ez egy másik műfaj. Tehát, hogy Michelangelo, hogyha egy héttel tovább feküdt az állványon, azért, mert még igazgatta a Jóistennek a szakállát, akkor egy héttel tovább feküdt. Nekem meg ott abban a másfél órában kell valamit tenni. Tehát van különbség, de az intenció az rettenetesen fontos, hogy hogyan álltam neki annak a hangversenynek. Aztán utána nyilván nem mindig úgy sikerült, de hát ez meg vigasztalom magam, hogy ember vagyok, és végül is egy embert jönnek hallgatni, nem egy gépet. Így van.
Kíváncsi lennék arra momentumra, ugye nem csak templomban, láttam utcai fellépést, tehát szabadtér is, illetve hát nagy produkciókra is részese. Külön lehet-e ezeket, vagy külön kell ezeket tagolni, vagy egyik dolog a másiknak a részese? Tehát ez így egy egész. Nem nagyon lehet külön, tehát ez egy karrier. Nézze, hozzám nagyon közel állnak a kis koncertek, mert van egyfajta intimitásuk. Az, hogy eljövök majd most május 14-én Várpalotára, ez egy nagyon jó esemény lesz, és várom, szép a templom. Sokakat ismerek a közönségből. Még akit nem ismerek, arról is tudom, hogy aha, ott szokott ülni jobbra a szélén, emlékszem rá, az arca megvan. Tehát, hogy ennek van egy nagyon szép lelkisége. De ha csak ilyeneket csinálnék, hát milyen az ember, akkor azt mondaná, hogy ja, hát ez ilyen vidéki orgonista, hát akkor ez nekünk nem jó. Tehát egy idő után a várpalotai közönség is elfogyna. Ha meg csak a kongresszusi központba mennék, meg csak külföldre mennék, akkor meg hogy találkoznék ezzel a nagyon szép lelki élménnyel? Tehát valahol a kettőnek együtt kell. Tehát, hogy tudja, senki nem proféta a saját hazájában. Ezt én is megtapasztaltam a saját bőrömön. Amíg nem mentem el Amerikába, nem éltem ott, stb. Nem gondolom, hogy jobb művész lettem attól, hogy én Amerikában tanultam. Attól lettem jobb művész, hogy azzal az emberrel tanultam Amerikába, akivel tanultam. Hogyha ővel Szlovákiában tanultam volna együtt, akkor attól lettem volna jobb művész. Csak másképp cseng. Tehát ha benne van az életrajzomban, hogy játszottam 100 koncertet Amerikába, akkor erre bólogatnak. Ilyenek vagyunk, bólogatunk rá. És aztán, amikor egy baráti beszélgetés alkalmával fölteszem a kérdést egy asztal mellett, hogy szerinted én jobban játszom attól, hogy Chicagóban sétáltam a fő utcán? Ja nem. Na, hát ennyi. Szóval, hogy mókás, de ilyen az emberi természet. Na most ezzel meg addig, ameddig kultúremberrel négy szem közt, vagy kvázi négy szem közt a televízió eszközeivel tudunk derűsen és ironikusan beszélgetni, addig ez egy érthető dolog. Onnantól kezdve, hogy megpróbálunk megszorítani sok embert, hiszen hát ez a cél, hogy minél többen mozduljanak meg értékes eseményre, kultúreseményre, onnantól fogva ezt nem lehet elmagyarázni. Ezt egy szóban kell mondani. Volt Amerikában. Ó, ez akkor jó. Nem? Tehát nem így működünk. Így van. Nem először lép már fel Várpalotán. Milyen ide visszatérni? Hát ez palotai közönséghez. Szinte mondtam is az előbb. Tehát, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell sehová sem mennem. Tehát, hogy ahová megyek, oda azért megyek, mert örömmel megyek. Nem szorít az, hogy fel kell lépni valahol. Tehát azok a helyszínek, amelyek megmaradtak a magyarországi palettán, azok azért maradtak meg, mert örömmel jövök. És ez egyfajta barátság azokkal a városokkal, ahol még hangversenyezem, ezeket a barátságokat meg évről évre ápolom. Úgyhogy ilyen barátságápolás jön majd most is május 14-én. Én várom, szeretem a templomot is, és ahogy mondtam, tehát hogy emlékszem arcokra minden közösségben. Nagyon, nagyon szép élmények ezek a kis koncertek. De hát közben egy gyönyörű élmény az is, amikor az ember a saját árnyékán átlépve ekkora gyomra, és fölmegy egy nagy színpadra, ahol 2000-en várják a nézőtéren, és nem is látom a nézőtér végét, hogy mi. Az is egy, de az egy más élmény. Ezeknek így szépen együtt van helyük, azt gondolom. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.